Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Visszatér hozzád, így hívom ezt a jóslást. Ha valaki elbúcsúzik az életünkből, gyakran feltesszük ezt a kérdést. Ez a felvétel egy személyes jóslás Cinege számára. Kedves Cinege, köszöntelek téged, a kérdésed az visszatér hozzád, és ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az első kérdés, amit én most feltennék, tervezte ő ezt a szakítást? A választ megadja rá ez a kártya. Ő kereste a biztonságot. Ő neki az volt a vágya, hogy valahova oda érkezzen, ahol ő le tud gyökerezni. Ha te tudtad ezt neki biztosítani, akkor jobban alakultak volna a dolgok. Viszont ez a kártya szimbolizálja az ő munkahelyét is. Az lehet, hogy valaki őt befolyásolta, egy kolléga vagy egy kolléganő. A második kérdés pedig az, hogy miért szakítottatok. Ezt mutatja itt ez a nap. Ez nem csak a kisugárzásra utal, hanem a valóságra, az igazi szavakra, vagy valami, ami a napfényre került. Lehet, hogy ő nem kedveli azt, ha te nyíltan kimondod azt, amire te gondolsz, vagy nyíltan beszélsz az érzelmekről. Mik a te elvárásaid? Ezt mutatja ez a szív, ami a szerelmet jelenti. Te szereted őt, és reménykedsz abban, hogy ő is szeret téged. Megvolt arra a lehetőséged, hogy te ezt megakadályozd, hogy ti szakítsatok. Erre megadja a választ ez a kártya, a gyermekek. Lehet, hogy itt egy téma van, ami a gyermekeket illeti, viszont a gyermekeknek van egy szimbolikus jelentése is. Például egy gyerekes viselkedés, vagy kicsinyesség. Én azt mondanám, igen, megvolt rá a lehetőségetek, hogy megakadályozzátok ezt a szakítást. Mi váltotta ezt ki? Ezt mutatja ez a róka, ez a ravasz róka. A hamisságokat, a hazugságokat a háttérben. Valaki befolyásolta az eseményeket. Mi segít neked? Ezt mutatja ez a fa. Szintén a biztonságot jelképezi, mert itt ti legyökerezhettek ebben a párkapcsolatban. És ez a párkapcsolat gyümölcsöző lesz. Ami neked segít, az a türelem. Türelem, amíg ez a fa gyümölcsöt hoz. Az lehet szeptember hónap. A nagy kérdés, visszatér ő az életedben? Ez a kereszt mutatja, hogy az utatok kereszteződik. Igen, ő visszatér az életedben. Gondol ő egy másik nőre? Ez a felhő azt jelenti, hogy minden olyan átláthatatlan, olyan tisztázatlan események vannak itt, de nincs senki az életében, aki olyan fontos lenne számára, mint te. Gondol rád, ez az út nehézségeket jelent, és ő nem csak a szép múltra gondol, hanem ezekre a problémákra is. Viszont ezek a kövek nem csak a problémát mutatják, hanem a félelmeket is. Vagy az ő félelmeit, vagy érzi
azt, hogy neked vannak félelmeid. Ha ti ketten egy ilyen kármikus kapcsolatban vagytok, amit ez a kereszt is szimbolizál, az lehet, hogy neked itt valamit tanulnod kell. Áttenni magadat a félelmeiden, és ő ezt tükrözi neked. Mert az ő lelke tudja, hogy neked mire van szükséged, mit kell, hogy tanuljál. Hogy él most ő? Mi van vele? Ezt mutatja ez a lovas férfi. Ez lehet egy jó barát, egy jó ismerős, vagy kolléga, vagy valaki a családból egy férfi, viszont jelentheti a mozgást is, mint például sport, vagy autó. Lehet egy utazás is, de azt is jelenti, hogy itt mozognak, pörögnek az események, és ő befolyásolja, hogy milyen irányba. Most felteszek egy kérdést, ami nagyon fontos. Szeret ő téged? Ez a csillagkép mutatja, hogy igen, szerencséd van. Minden jóra fordul. Van egy másik hölgy az életében, ahol neki érzelmei vannak. Az egerek eltávolítják ezt, és az annyit jelent, nem, nincs senki az életében. A jövőt ez a kép mutatja, egy közös otthont, és ez az út, ami ehhez a közös otthonhoz vezet, ez az út kivirágzik. Ez a ház nem csak a családot, a közös otthont jelenti, hanem a biztonság érzését. Én most megkérdezem az Ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Amennyiben az Inga jobbra mozdul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az Inga megáll, akkor álljunk meg egy pillanatra, mert ez olyan bizonytalan. Szeret ő téged? Az Inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Kedves Cinege, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok neked minden jót, és nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!